A férfi egy személyes konfliktus miatt 2024. február 25-én gépkocsival megjelent egy ismerősével a haragosa barátjának Tiszaföldvári házánál, ahol a két ott tartózkodó férfival is agresszív vitába kezdett. A későbbi sértettet le is köpte. A férfi az ott tartózkodó két személlyel, köztük a későbbi sértettel agresszív vitába keveredett. Erre a vitára ébredt fel az ingatlan tulajdonosa, aki az erkélyről hangosan kiabálva igyekezett elzavarni az ingatlantól a férfit. Ő a gépkocsiba beült, elindult, azonban néhány méter megtétele után kiszállt, magához vett egy mintegy 30 cm nyílhosszúságú baltát, és azzal az ingatlan területére belépett, majd az ott tartózkodó sértethez lépve őt megragadta, és magasról lefelé sújtva, fejére célozva próbálta megütni. A sértett az ütés elől elhajolt, így a balta nem a fejét, hanem a vállát érte, és ott okozott sérülést. Ezután a ház felé menekült, ahová a vádlott ismételten ütésre emelt baltával követte. A sértett egy lapátot kapott fel, azzal próbálta további bántalmazás elől védekezni, illetőleg az ott tartózkodó másik személy is próbálta a támadást elhárítani, így azzal az elkövető felhagyott és elhagyta az ingatlan területét. Ezt követően a férfi még több alkalommal felhívta haragosának barátját, és neki elmondta, hogy meg akarta ölni a sértettet, a nyaki ütőerét szerette volna elvágni, és közben haragosa barátját képzelte a helyében. A férfivel szemben a főügyészség börtönbüntetés kiszabására, illetőleg közügyektől eltiltásra tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni. A férfi letartóztatásban várja a döntést.